A Weimari háromszög vezetői konkrét intézkedéseket jelentettek be az Ukrajnába irányuló uniós fegyverszállítások növelésére és felgyorsítására. Miután Olaf Scholz német kancellár hivatalában tárgyalt Emmanuel Macron francia elnökkel és Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. Több fegyvert szerzünk be a világpiacról, és bővíteni fogjuk a haditechnikai eszközök gyártását az ukrán partnerekkel együttműködve. Harmadszor a Ramsteini formátum keretében új képességkoalíciót hozunk létre a nagy hatótávolságú rakétatüzérség számára. Negyedszer az EU keretében is növelni fogjuk a támogatásunkat, közölte Scholz. Az, hogy mi hárman ma összefogtunk, és ugyanúgy tisztán látjuk az ukrajnai helyzetet, elhatároztuk, hogy soha nem hagyjuk Oroszországot győzni, és a végsőkig támogatjuk az ukrán népet, közös erővel tette hozzá Macron. Eközben az Európai Bizottság 500 millió eurót különített el a tüzérségi lövedékek gyártásában tapasztalható szűk keresztmetszet csökkentésére. A blokk eddig jócskán elmaradt attól a kitűzött céltól, hogy 1 millió tüzérségi lövedékkel lássa el Ukrajnát.